Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivanszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Először megnézünk egy pótolnivalót, tehát nem feltétlenül a saját vakfoltunkat pótoljuk, hanem a vendégünkét, és a rákövetkező héten pedig a vendégünk visszatér, és egy kedvencet is megnézünk őtőle. Na, ez egy picit rendhagyó a mostani adásunk, ugyanis nem egy, hanem rögtön két vendéget hívtunk meg, kettőt. Itt ül velünk Vörös Eszter és Szabó Dominik az E-kultúrától, illetve hát a jó sok évvel ezelőtti titanikus adásunkból visszatérő vendégként hallhatjuk őket ismét. Sziasztok! 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 Örülök, hogy itt vagytok ismét a podcastban. Én azóta is szerettem volna, hogy nektek legyen egy saját külön műsoratok, mert esküszöm, olyan jó sikerült ez a titanikus adás, hogy rátok félne egy podcast. De legalább ide berángattunk benneteket újból. Ha már Titanic Film Fesztivál azóta sem volt. Igen, igen. Viszont akkor áruljátok el, hogy milyen filmet választottatok. Hát, ha esetleg valaki vakon rányomott a play gombra, meg se nézte az adás címét. Egy egészen elképesztő Tar Béla filmet választottunk, amely a Werkmeister harmóniák. Uh-huh. Igen, itt most ugye úgy állítottok össze, vagy úgy fog kinézni most ez a kis blokkunk, hogy közös, nektek közös vakfolta a Werkmeister harmóniák, de igazából minden négyünknek közös vakfoltja volt ez a film. Ez igaz. Viszont a következő két adásban úgy tértek majd vissza, hogy külön-külön hoztok saját kedvenc filmet majd. Érdekes módon nem ugyanaz a kedvenc filmetek. Döbbenet. Jó, és akkor kicsit beszéljünk el, így alapvetően egy általánosabban véve a filmről, meg arról is, hogy miért ezt választottátok, és hogy mondjuk esetleg milyen előképzetetek volt a Werkmeister harmóniákról, mit láttatok még a rendezőtől. Röviden akkor annyit kell tudni arról a filmről, hogy 2000-ben jelent meg, Magyarországon biztos. Magyarországon pont 2001 elején volt egy ilyen érdekes csavarban, hogy 2000-ben először nemzetközi filmfesztiválokon ment végig, azt hiszem Cannes-ban és Berlinben is bemutatták, ott voltak az is bemutatója, és 2001 februárjában volt a hazai bemutatója, ezt csak azért tudom, mert a film.hu-n most idén februárban voltak ilyen 20 éves a Werkmeister harmóniák retrospektív cikkek, és akkor nem értettem, hogy ez hogy fér össze, és akkor láttam, hogy fél éves késéssel jött be hozzánk. Basszus, aha. Hát akkor erről az évfordulóval kicsit lecsúsztunk be. Így is még nem késő a megünnepelni a 20. születésnapját a Werkmeister harmóniáknak, amelynek a rendezője Tar Béla, illetve társrendezője Hranicki Ágnes, aki a Tar Béla felesége is egyben, illetve vágta is a filmet. Nyilván nem szabad nem megemlítenünk Krasznahorkai László nevét, akinek az Ellenállás melankóliája című könyvén alapul a történet. Szerintem ő írta a forgatókönyvet is, ugye? Én úgy tudom, hogy igen, közösen írták Tar Bélával. Aha. És Vig Mihály zenéjét szokás még kiemelni, meg azt, hogy van vagy 28 operatőrre a filmnek, amire majd biztos be tudunk beszélgetni egy kicsit. Szerintem ahány jelenet annyi operatőr volt ebben a filmben. És akkor most kicsit beszéltem nekünk arról, hogy is alakult ez a választás, hogy itt a Tar Bélát és a Werkmeistert hoztátok az adásban. Én a magam részéről a Torinói lovat láttam már a rendezőtől, viszont semmi más korábban nem, és mindenképpen úgy voltam vele, hogy ő az egy olyan rendező, akinek szeretném ismerni a munkásságát, csak valahogy hát is olyan nehezen veszem rá magam, tehát nem az a tipikus ilyen délutáni matiné filmek, amiket ő rendezett, és szóval szerettünk volna egy Tar Béla filmet, amely lehetne a Sátán tangó is, de azért nem feltétlenül akarnánk titeket 7,5 órányi filmre kényszeríteni, hogyha nem nagyon muszáj. És hát talán utána a második leghíresebb filmje, vagy talán a életmű szempontjából sokan a legfontosabbnak tartják a Werkmeister harmóniákat.
Úgyhogy így keletkezett ez a választás. Eszter, te láttam már korábban Tarbila filmet? Az az igazság, hogy ebben nem vagyok teljesen biztos. Ugyanis ez úgy nézett ki nálunk, hogy velem már egészen kicsikorom óta nézettek mindenfélét, amit nem is biztos, hogy kellett volna akkortájt látnom. Úgyhogy nem kizárt, hogy valaha láttam Tarbila filmet, nem emlékszem rá, és próbáltam felidézni a filmcímek alapján, meg egy-két utána keresés alapján, hogy vajon volt-e közt, amit láttam, nem sikerült találni ilyet. De az én történetem Tarbillával és a Werkmeister harmóniákkal pedig egy nagyon kedves, személyes történet, igazából semmi köze a filmművészethez. Annak idején volt egy időszak, amikor rendkívül sokat jártunk művészmoziba, de ilyen heti 3. Én akkor ilyen kis tinédzser korú voltam. Úgyhogy akkor így eléggé képben voltam azzal, ami akkoriban működött a mozikban, vagy megtekinthető volt egyáltalán. És hát nyilván érdekes módon az akkori nagy gimis szerelmem is egy filmmániás srác volt, és ez volt az egyetlen film, amiről említést tett, hogy neki mennyire tetszett, és nem láttam. Uh-huh. És akkor mindig is, tehát is meg akartam és nézni, és nem sikerült. És ez azóta is borzasztóan zavart, és fájt, hogy lehetek ilyen trehány, hogy azt kellett volna még megnézni, és akkor hát ki tudja. Hogy alakult volna az életed. Igen, és akkor így most így jó 20 év után eljött a pillanat, hogy végre megtekintettem a Werkmeister harmóniákat, ami a sosem tudom meg, hogy szerintem miért csodálatos film, de annak mondtam, hogy az egyik kedvenc filmjeként nevezte meg. Ha ne adj Isten, hallgatná a Vakfolt podcastot, akkor írja már meg. Hogy majd egyszer írja meg, legyen kedves, hogy vajon ő emlékszik-e még erre a filmre egyáltalán. Hát velem is sok olyat nézettek a szüleim, amit nem szabadott volna, de ez így főleg Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger főszereplésével készült, szóval nekem totál kimaradt így gyerekkoromban a Tarbila. Művészmoziba ugyan jártam, de nagyonunk a vidéken a moziban heti egy filmet adtak, ami művészfilm volt egyáltalán. Úgyhogy így viszont mit tudom én, volt közöm már viszont a korán Lars von Trierhez, talán a nekihez is. Úgyhogy azért kupálottam, csak nem a tarrológiából. Ellenben én is nagyjából ugyanígy voltam vele, hogy tudtam, hogy ez egy fogsúlyos életmű, egyszer mindenképpen jó lenne azért a végére járni, bepótolgatni, de hát mikor még a moziban játszották, az utóbbi időben volt egyszer-kétszer mondjuk a Sátán tangó, akkor is így nem tudtam magam rávenni, hogy elmenjek rá. Most a kifogásom úgy könnyű azt mondani, hogy azért 7 órára plusz-minusz utazás lelépni, úgyhogy itt van a kisgyerekem itthon, az úgy nem olyan egyszerű sokszor, plusz Covid, úgyhogy volt mindenféle okom rá, hogy nem tettem meg, de főleg a játékidő persze. Azon kívül Andrással már megnéztük a Kárhozatot, ugye? Uh-huh. Úgyhogy azért pici fogalmunk már volt nekünk is Tarbéláról, bár egy jóval korábbi filmje, és nem annyira az a slow cinema, amit később mondjuk a Torino Villobban, te már biztos jobban megismertél, Dominik. Egyébként azóta, András, hogy mi megnéztük a Kárhozatot, te már többet pótoltál Tarbélától? Egyel, a Werkmeister harmóniákkal. Te csak az adás kedvéért nézted. Igen. Tehát most az adás kedvéért nézted meg. Nem, én se pótoltam azóta mást, úgyhogy teljesen hasonlóképpen állok, mint te, csak nekem még olyan mentségem sincs, mint neked. De nekem is egyébként ez a... Tehát hogy több ilyen elem rém lett már a bemutató környékéről. Tehát, hogy megvolt az, hogy ez egy bálnás film, lesz benne egy bálnak majd valamikor. Azért emlékeztem így az akkori, nem tudom, cikkekből, vagy nem tudom, általános visszhangból, ami a filmről érkezett, meg hogy itt tényleg tudtam így a 2000-es években van ez a Tarbéla, aki egy ilyen félelmetes valaki, akit meg kell nézni, de hogy... Ja, hát a 2000-es évek elején nagyot mentek ezek a viziátos filmek, a Némo nyomában is, lehet, hogy ezzel összefüggésben... Igen, az a Wes Anderson film, az Aquatic... Life Aquatic with Steve Zissou. Igen. Isten Tarbéla. Triumvirátus. Igen. Szóval, hogy
hogy egy-két alapinformáció volt, plusz szerintem a híres nyitó jelenetnek egy részét már láttam, mert, arra emlékszem, hogy ez egy csomó összeállításban benne volt, ilyen különböző, nem tudom, leghíresebb nyitó jelenetek, nem tudom pontosan, hogy milyen összeállításokban, de azt tudom, hogy az már szembe jött velem, és akkor rá is kattintottam, és elkezdtem nézni, és mégis abban, hogy ez tök jól néz ki. Ja. De nem ültem neki akkor a filmnek. Tehát így, ahogy elindult a film, az például már így, meg hogy miről szól a nyitó jelenet, az így megvolt előre, de körülbelül egyébként ennyi. Nekem is a nyitó jelenet volt egyébként csak meg. Még annyit érdemes tudni, hogy a könyv az ellenállás harmóniája, az három részből áll, és igazából a középső csak a Werkmeister harmóniák ezek közül. Nem tudom, mennyire különálló történetek, mert nekiveselkedtem a könyvnek, de nem sikerült a végére érnem. Nem tudom, ti már amúgy akár ezt, akár mást olvastatok a Krasznahorkaitól? Én több művét is olvasom, ez pont nem. Bár így a adás kedvére után néztem, és nekem úgy tűnt, hogy alapvetően a könyv nem csak a valós karakterére koncentrál, hanem ott Eszter úr is, Eszterné is, meg többen is hasonlóan fontos szerepet töltenek be. Úgyhogy talán valószínűleg ez indokolja, hogy csak a középső részre fókuszált a Talbéra, illetve a közös forgatókönyv során. És mit olvastál még a Sátánt angol például? Azt szintén pont nem. Aha. Hát én a Háború és háborút olvastam, illetve van ez a megy a világ, ami a Torinói lónak is az egyik ilyen alapja, vagy szóval abban több elbeszélés valamik nagyjából összeállnak valamivé, és részben az alapján készítették a Torinói lovat is, úgyhogy az megvolt. Hát ő sem az a vidám és könnyed délutáni szerző, akit így bármikor előveszek a könyvesportról, és akkor így jó olvasni. Igen. Hát ahány vágással dolgozik a Tarbéla, annyi központozással dolgozik a Krasznahorkai kb. A mondat végi írásjeleket számítva legalábbis, úgyhogy nem egy könnyű olvasmány, az biztos. Még biztos, hogy vissza fogunk térni Krasznahorkainak szerintem így a prózájára, mert kíváncsi vagyok egyébként, hogy más könyvekben, amit olvastál, abban így ez azt mondod, hogy ezért nem egy ilyen lélekemelő stílus, de hogy így mondjuk milyen hasonlóságokat fedeztél fel a Werkmeisterrel, arra kíváncsi vagyok. De egy kicsit akkor menjünk bele a cselekménybe szerintem. Az nyitójelenetről már beszéltünk, azt én is megnéztem külön még nem olyan régen, és így kapásból teljesen elvarázsolt a film. Iszonyat erős az a egyszerűen a hangulatteremtése szerintem annak a jelenetnek. Az egész egy vágatlan felvétel, ha jól emlékszem, kb. Onnantól kezdve, hogy a Valuska bemegy a kocsmába, és kijön onnan. Talán egy vágás nincs benne, emlékeim szerint. És hát utána sem nagyon vannak vágások a filmben, ha jól számoltam, 39. Nem figyelgettem, hanem azt hiszem, a Wikipédián olvastam, és azt hiszem 39 vágás van a filmben összesen. Tehát ahány jelenet, nagyjából annyi vágás. És akkor az első ezek közül az, hogy egy ilyen kocsma jelenetben Valuska bemutatja az embernek, hogy működik a naprendszer, ha jól emlékszem. Így van, egy ilyen napfogyatkozásról van gyakorlatilag szó. Ja, igen. És közben a Víg Mihálynak a zenét hallhatjuk. Mármint, hogyha egy jó változatot teszünk be a filmben. Ti egyébként hogyan néztétek meg a filmet? Milyen módon tudtatok hozzájutni? Mert elég nehéz volt szerintem így, nem tudom. Ha csak nem mentek el egy Blu-ray, nem tudom, webshopba megrendelni, akkor... Én a YouTube-on találtam rá konkrétan, azért mondom. Szerintem is az a legkönnyebb forrás. Nekem egyébként nagy problémám is, hogy ilyen viszonylag klasszikus filmeket nagyon-nagyon nehéz megtalálni, hogy a klasszikus streaming szolgáltatókon nincsen fönt, nem tudom, a Cinegón nincsen fönt. Tök furcsa, hogy se a Filmion, se a Cinegón nem találni. Igen, én is arra számítottam, hogy csak első Google keresésre fel fogja dobni, hogy hol lehet majd megtekinteni, a Filmarchívum oldalán vagy valahol, de nem abszolút sehol. Aha. És ez még nem is annyira régi. Hát ez meg a másik. Igen, tényleg. Még ilyen felújított, ez nem tudom, 50 évvel ezelőtti filmeket is könnyen megtalálni a Filmion, mint a Werkmeister. Nem tudom, mi lehet az oka ennek, ez nagyon érdekes. Na én egy szóval tök jó minőségben fel van a YouTube-on. Az fogalmam sincs, hogy abból profitálnak-e az alkotók, hogy ott nézzük meg. De hát csak letöröltötték volna, hogyha nem lenne legális. Igen, hát a Tarbéla az biztosan lenyilatkozta, hogy az ő filmje moziba valók. Ja. Tehát, hogy amit lesz alkalmam,
Igen, nyilván ő is úgy van vele, hogy amit ő nagyvászonra álmodott meg, annak a kompozíciónak a hatása, meg ereje, meg minősége az igazán a nagyvászonon fog megnyilvánulni. Uh-huh. Hát én az ölembe tartott laptopon néztem meg ezt a filmet, úgyhogy Tarbéla homlokán a ráncok azok még mélyebbre vésődtek valószínűleg ez alatt. Igen, és itt kapcsolják ki a felvételt a műértő hallgatóink. Ráadásul pont a YouTube-os videókkal kicsit vigyázni is kell, mert több verzióban is fönn van ezen a platformon, de hát van olyan, amihez nem a Vig Mihály zenéjét csatolták hozzá. Nem teljesen értettem, hogy ez most így hogyan történt meg, de hogy a Vig Mihálynak ugye az a igazi nagy zenekari nagyon hangotos zenéje helyett egy ilyen modern, elektronikus, szintetizátoros, furcsa zenét pakoltak, ami hát így nem annyira illik szerintem a Tarbélához és a Tarbéla jelentejéhez, meg a kompozícióihoz. Úgyhogy azért meg kell nézni, hogy mit indít el az ember a YouTube-on. Ezt nem tudom, ez hogyan készülhetett el egyébként egy ilyen változat. Ez... De tényleg, és tudom képzelni, hogy már egyáltalán konkrétan a milyen kópiához tud valaki hozzájutni, amin a hangsávok így külön megvannak, és rá tudja tenni a saját zenéjét. Na mindegy, valószínűleg arra se a találdását, Tarbéla. Jó van. Mi az, amit erről a nyitójelenetről érdemes lenne szerintetek kiemelni? Nektek hogy tetszett ez a kezdés? Mennyire számítottatok arra, milyen lesz a Tarbéla egyáltalán? Szerencsére én sem ennyire. Tehát így, hogy én Krasznahorkait sem ismertem, meg az ő munkásságát sem, így tényleg vakfolt volt az egész teljesen, és ez egy pozitív dolog volt számomra, mert én szeretek úgy nézni filmet, hogy nincsen semmilyen információm előtte, úgyhogy direkt nem is olvastam utána sem, hogy miről szól, meg így nem volt. Valamiért Tarbéláról volt egy kép a fejemben előtte is, hogy milyen lehet, fogalmam sincs, hogy ez miből táplálkozik, de volt, és annak nagyjából megfelelt, szóval ez jó. Azt gondolom, hogy ez ahonnan jött, az jó. Lehet, hogy mégis láttam Tarbéla filmet, nem tudom. A nyitójelenetben engem az fogott meg leginkább, hogy milyen kedves naivitással próbálja a főhős elmesélni ezt a napfogyatkozást, mint olyat a nép egyszerű emberének, és hogy mennyire nem sikerül neki. Tehát, hogy próbál egy szemléletes példát mutatni hozzá, de hogy valahogy pont nem azokat a dolgokat fogja meg benne, amitől szerintem valaki ezt egyszerűen meg tudja érteni, és nyilván egy ponton túl már teljesen eltávolodik az eredeti témától, és mindenről is beszél, nem a napfogyatkozásról. Yeah. Ez nyilván szándékos, csak valahogy nekem ez igazából jellemzi Valuska karakterét az egész filmben, ahogy hozzááll később is valamikor, ugye a Eszter úr megfogalmaz negatívabb gondolatokat, akkor is ő teljesen pozitívan, hasonlóan ezzel a vidám naivitással válaszol még egész sokáig, vagy reagál. Ahogy próbálja rávenni, hogy tekintse meg a bálnát, az abszolút egy nagyon hasonló. Igen, meg hogy egy csomó jelenet. Kvázi hétköznapi dologba belelát, nem is csodát. Tudom, egy csodákat, igen, gyakorlatilag. Ezt elég végig viszi a filmben. Valuskáról, ennyit beszéljünk, hogy egy Lars Rudolf nevű fickó játszotta, nem is magyar színész, és hogy azt írja a magyar Wikipédia, hogy hosszú ideig el se tudta készíteni a filmet a Tarbéla, egész egyszerűen nem volt hajlandó nekiállni, addig meg nem találta megfelelő embert a Valuska szerepére. És teljesen véletlenül 5 évvel a film forgatása előtt botlott bele ebbe a Lars Rudolfba, tegyük hozzá, hogy a 80-as években született maga a könyv, tehát persze azóta tervezgette megcsinálni ezt a Tarbéla, és évekig kereste a főszereplőt, és Berlinben egy utcazenészbe botlott bele, ez volt a Lars Rudolf, és meglátta benne a főszereplőnek a figuráját, hogy ez nem a Wikipédián írták, hanem egy talán film a Rubin most cikkben, majd megkeresem, de hogy úgy nevezi a cikkben a szerző, hogy a regénynek a szent bolondja, ez a Valuska, és ezt így meglátta ebben a Lars Rudolfban a rendező. És akkor már eleve ő ráírták ezt a forgatókönyvet, ami végül elkészült, és ebből kifolyólag is
volt az, hogy a középső harmadát filmesítették meg a történelemben, valószínűleg akkor az az, amelyik főként Varuskáról szól. De hogy igen, ez a nyitó jelenet, ez tök jól szerintem is így körbejárja az ő karakterét, és főként ő rajta keresztül ismerjük meg a többi szereplőt, meg az egész cselekményen ő az ő követésével bontakozik ki. Mit mondjuk még róla? Az az érdekes nekem még egyébként ebben a nyitó jelenetben, hogy ha már itt ilyen lineárisan indultunk el, hogy így nehezen tudom eldönteni, hogy itt ez egy ilyen idilli állapot, amit felfest, hogy itt még, mint hogyha így megtalálna a nyitottságot ebben a valószínűleg fél részek, vagy már teljesen részek, a napvégére teljesen ja, hát részek, zárás körüli közönségében, akik valószínűleg a harmadát se fogják fel, negyedét se annak, amit mond, de hogy mégis együtt részt vesznek valami olyasmiben, amivel talán így az átszellemültségével át tudna adni valamit, vagy egy teljesen abszurd és inkább komikus jelenetnek vagyunk el a szemtanú. És szerintem ez tök, nem tudom, úgy érzem, hogy ez a kettősség, ez így tök fontos az egész filmhez is, hogy mennyire tudjuk a Valuskának ezt a, igaz nem küldetését, de hogy igazából a természetéből fakadó, ezt a naivitásából fakadó szemléletmódját átélni és magunkénak érezni, és mennyire egy ilyen ironikus távolságtartással szemléljük, hogy na ő egy ilyen kis naív valaki, és aztán a világ bedarálja, és hogy mennyire hisz a Tarbéla a Valuskában, mennyire nem hisz benne, szerintem ezeket a kérdéseket nekem már a nyitójelenet is így felvetette, hogy egyrészt azt néztem, hogy mennyire röhelyes, meg mennyire tényleg ilyen, már néha kínosan abszurd az, ahogy ott forgatja ezeket a kis falubelieket, akik aztán teljesen szótlanul kilődörögnek a jelenet végén, és nincs semmi, nem tudom, olyan hatás, ami aztán később kihatással lenne a kisvárosnak az életére. De hogy közben meg mégis ebben a jelenetben csak részt vesznek benne, és valahogy magának a jelenetnek a komponálása is, ahogy felemelkedik a kamera ott a fénykörbe, és minthogyha mi is így részt vennénk együtt ebben a ilyen kozmikus táncban. Szóval, hogy szerintem ez egy... Igen, szerintem bőven van pátosz azért ebben a jelenetben. Big Mihály zenéje is totál alátámasztja ezt. És csak az az érdekes benne, hogy még azt fogalmaztunk meg elsősorban, hogy a Varuska mennyire naivan tekint a világra, meg egy ilyen optimista szemlélettel. A közben azért mégiscsak arról beszél, hogy a napfogyarkozásnak a hatására kihűl a föld, és nem tudjuk, mi lesz. És hogy megjelenik egyből ez az apokaliptikus kimenetel, vagy ez a bizonytalanság is. És szerintem itt nagyon fontos, hogy a jelenet hogyan folytatódik, tehát hogy a napfogyarkozás végén ugye visszatér a nap, és ugye újra egy meleg, újra egy valódi földi élet történik itt. És szerintem ez így a filmre is egy ilyen nagyon klasszikus kulcs jelenet, vagy ilyen kulcs gondolat, hogy ugyanak az örök visszatérése. Szerintem az már itt is előrevetíti, kérdezte az elején, hogy mennyire vártam Tarbélától, hogy így milyen is lesz ez a film, és nekem már rögtön az első jelenet megmutatta, hogy hát igen, ez tényleg pont olyan, amire gondoltam, tehát hogy ilyen csak kizárólag ilyen allegóriákon, meg egy ilyen mindent át és újra értelmezésen keresztül lehet majd erről a filmről bármit is mondani, mert különben ilyen nagyon fura lesz az egész, és ilyen nehéz lesz értelmezni itt bármit, hogy most tényleg a szeszkazánokat, azt, ami így nevezi a kocsmáros, hogy szeszkazánok, Valuskait forgatja, és akkor most mi is itt a történet, és akkor beállnak erre a patetikus jelenetre, hogy a kamera közeledik a lámpához, és megszólal a V. Mihálynak a szenzációs zenéje, de azért mégiscsak egy ilyen nagyon szentimentális valami. És tényleg a film későbbi részére is ez valamilyen szempontból nagy hatással van. Meg önmagában az, hogy én a bármilyen racionalitással való kapcsolatot akkor rögtön elengedtem, amint belép Valuska, és kíváncsiak arra, hogy mit akar mondani. Ez igaz. Tehát, hogy ott vagyunk a zárás előtti kocsmában, és különösebben szó nélkül egy egyszerű intésre mindenki is tudja, mit kell csinálni, mi történik, és mindenki csöndben figyeli epedve, hogy mit fog mondani. Na most ilyen nem történik. Tehát, hogy ez valószínűleg az egyik, ez a kiindulási pontja a naív elképzelésének, tehát én ezt a világot látom, hogy ez, amit ő elképzel, hogy naivan létezhet, a film vége meg pont a másik véglet, ugye? Aha.
Igen, tele van tényleg ilyen allegóriákkal, azért nyilván a könyv is, de szerintem a Tarbélán keresztül így a fénnyelvel kiegészülve további rétegeket kap ez az allegória, hogy minden többféleképp értelmezhető, hiszen itt a Valuska egy ilyen nagyon hétköznapi szituációban részeg embereket dirigál, de közben egy ilyen kozmikus összefüggést próbál megmagyarázni, és ezeken a ilyen színegydoké-szerűen, most direkt ilyen poetikus fogalmakkal dobálózok, mert ez passzol a filmhez, de hogy arra gondolok, hogy ez tényleg azt sugallja szerintem, hogy ezek a kozmikus, szinte felfoghatatlan léptékű dolgok, amelyeknek nem tudom befolyással lenni az alakulására, ezek egyszerre megjelennek a Földön is, a társadalmunkban is, szinte befolyásolhatatlan módon hömpölyög a civilizációnak is az alakulása, és erről szól a film későbbi szakasza, és ez egy tök jó előrevetítése ennek az ilyen kaotikus kiszámíthatatlanságnak. De ugyanakkor meg az is benne van, hogy a Valuska itt megjelenik, és mindenki ízé figyeli meg vissza a szavait, de közben azért olyan rezignáltan követik az utasításait, és így nem áhítattal, vagy különösebb kíváncsisággal figyelnek arra, amit mond nekik, csak így csinálják a dolgokat, és hogy ebben lehet némi tényleg ilyen, nem is mondanám, hogy humor, vagy abszurd, de valami irónia tényleg, amit mondott András, mert hogy lehet, hogy ezzel a Tarbéla így magára is mutat egy picit, hogy így minden nap azért megjelenik a díszletbe, az emberek ott azért kicsit unottan, de azért elvégzik a dolgukat, ő dirigálhat nekik bármit, lehet, hogy fogalmuk sincs, mit akar ezzel mondani, de azért úgy utasítgatja őket. Szóval az, amit a Valuska csinál, az lehet, hogy egy kicsit olyan is, mint egy rendezés. De ez már nagyon... Ez már nagyon, igen. De viszont az, hogy milyen képe van Tarbélának arról, hogy az emberi élet micsoda. Tehát, hogy ja. Van egy külső tényező, aki így elrendezi a dolgokat, ő tudja, hogy mit kell csinálni, és akkor mi csak ilyen rezignáltan elfogadjuk, hogy hát jó, hát oda kell állni, és napnak kell lenni, és akkor integetni. Tehát, hogy... ja. Igen, a Tarbélával egy-két interjút hallgattam, és nekem ezért le, hogy ő nem biztos, hogy... Most már nem emlékszem biztosan, de nem biztos, hogy... ateista, inkább talán agnosztikus, de az biztos, hogy ez a fajta ilyen a világ már magunkra hagyott bennünket, ez az ilyen deista filozófia, ez biztos, hogy erősen benne van. Igen, és én valamiért azt gondoltam, vagy lehet, hogy nem gondoltam, de hogy valamiért az motoszkált bennem, hogy a Tarbéla biztos egy ilyen nagyon mizantróp, ilyen keserű rendező, olyas valaki végül. És a Kárhozatban is már egy picit ez talán meg lehetett figyelni, de hogy ugye ez az egész ilyen tényleg apokaliptikus, nyomasztó világkép, amit felrajzol, ez a sok ilyen lepusztult, vagy a pusztulás felé tartó épület, ember, sors, tehát, hogy ehhez valahogy nekem automatikusan társulna egy ilyen teljes kiábrándultság és mizantrópia, és valamennyire megvan szerintem ez a Tarbélában, de hogy ez a film, ez pont azért, nem tudom én, könnyen nézhető, vagy nézőbarát, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, ahhoz képest, amit a Tarbéláról gondolnánk egyébként, mert hogy közben meg ott van ez a Valuska figura, akit szerintem nem gúnyol ki, meg nem úgy ábrázol, hogy na ez egy ilyen szánalmas figura, hanem nagyon szereti őt, és nagyon sajnálja, ami történik vele. De ugyanakkor tudja, hogy egy Valuska-szerű figurával csak ez történhet a való világban, vagy aha. Nehéz lenne elkerülni ezt a sorsot. Aha. És hogy ez tehát nekem inkább egy ilyen nagyon tisztán látó nézőpont, mint sem az, hogy így a végére egy nagy nihil, hogy na, az ember az egy sárkányfogvetemény, az egész kukára való, semminek semmi értelme, hagyjuk a francba az egészet. Tehát, aha. Hogy nem ezt gondolja a Tarbi, és az interjúiból is nekem ez jön le, hogy ő még mindig hisz, vagy próbál hinni abban, hogy az emberiség meg tudja javítani magát, vagy át tud lépni a saját árnyékán, csak aha. Legfeljebb egyre több bizonyítékot lát, meg látunk mi is ennek az ellenkezőjére. Ja. Mert hogy ezekben a retrospektív interjúkban is elmondta, hogy így 2001-ben, illetve 97-től 2000-ig készült a film, hogy ebben az időszakban aha. Ő úgy gondolta, hogy ez tényleg egy allegória, olyas valami, ami remélhetőleg nem fog megvalósulni. Egyesülni persze már régen is megvalósultak, beszéltünk majd az ilyen politikai vagy történelmi áthallásairól, de hogy így többször emlegette, hogy azt nem gondolta volna, hogy majd a Kapitóliumot ilyen sámánfejes ezek fogják megostromolni, meg hogy, tehát hogy konkrétan olyan
olyan események történnek majd a világban, amiket mintha így előrevetítene ez a film is, amivel nyilván nem ez volt a szándéka, de hogy ebben lehet, hogy ma már egy kicsit pesszimistábban tekint vissza a saját filmjére is, vagy legalábbis nekem ez jön le, hogy így ő nem, ezt nem egy ilyen profétikus filmnek szánta, de közben meg most azt látja, hogy annak még akár egy keserűbb és lehangolóbb verziója is megvalósul a világban, amit ő látott, vagy megérzett még a 2000-es fordulónál. Aztán, tényleg. Azért örülök, hogy nem, tehát hogy befejezte ugyan a filmezést a Tarbéla, de hogy nem vonult vissza a világtól, mert annyi szóval nyugdíjba ment, az nem azt jelenti, hogy elfordul minden hírektől, meg mindentől. Egyébként tényleg aktív, tehát hogy tudom, hogy tanít például, de hogy filmezni nem filmezik, úgyhogy ez tök jó, hogy készülnek még vele ilyen interjúk ma is, és hogy nem csak, hogy képben van, de még véleményt is hallgat ezekről a dolgokról. Azért kíváncsi vagyok mindig a Tarbélára, szívesen hallgatom az interjúit. Ja, igen, amit mondtál, 97-től 2000-ig forgatták a filmet. Igen, 94-es volt a Sátántangó, és úgy tűnik, hogy utána már tehát gondolkodott azon, hogy ezt megcsinálja rögtön, hiszen a főszereplőt is megtalálta 95 környékén. De hogy a maga a forgatás volt az, ami ennyire sokáig húzódott, ezek szerint az így nem volt egy egyszerű fáklyás menet. Igen. Azt láttam, hogy többször leálltak egy finanszírozási hiány miatt. Igen. Nem tudom, mennyire jellemző ez a Tarbéla filmjére egyébként. Azt hiszem, azt mondom, hogy egyébként a Torinói ló volt, amire jelentősen több pénzt kapott, mert az olyasfajta nemzetközi koprodukció volt, ami a többi filmje nem, vagy nem tudom pontosan a részleteket, de hogy arra mondta, hogy ott jóval több pénzből forgatott, és utána, nem bocsánat, a londoni férfi, bocsánat, a londoni igen, férfi tényleg, volt, tényleg. Mert utána mondta, hogy a Torinói ló az megint sokkal kevesebb pénzből készült el, és hogy igazából ő azt is tartja, nem tudom, a nem a helyes útnak, de az annak az útnak, ami szerinte így a neki működött. Neki működött, mert azt mondta, hogy minél több a pénz, annál nagyobb az esély arra, hogy valami elromoljon, vagy hogy valami félre csúszson. Tehát, hogy bármennyire is sok a nehézség a pénzhiányban, és bármennyire is sokszor kell leállni közben, de hogy valószínűleg ő így azon a véleményem van, hogy a gondolom a több pénzzel több megkötés is jár, valami ilyesmi lehet mögötte. Lehet. Elég sok hollywoodi rendezőt láttunk, aki mondjuk kis indie filmesként kapott egy blockbustert, és akkor hirtelen hát a hiszen nagyobb költségvetés már nem pont úgy működött, vagy nem tudta belőle azt kihozni, mint az indie filmjeiből. Meg el is veszik benne mondjuk a saját személyisége, vagy a személyes hangja, mint rendezőnek. Igen, pontosan. Úgyhogy igen, valószínűleg ez itt, amit Arbelet is motiválja, hogy ha kevesebb a, vagy ne, több az akadálya, akkor jobban is meg kell magukat erőltetni, mint hallgatók lehet. Na jó, kicsit beszéltünk a film többi részéről is, tehát a futójáten kívül még, már nem sok, de van pár jelenet a filmben. Titeket egyébként mennyire tartott meg végig a filmen? Most végigmehetünk persze akár a jeleneteken, vagy a nagyobb blokkokon, de hogy lehet, hogy talán innen érdemes megközelíteni, hogy nem tudom, engem például egy nyitó jelenet nagyon beszippantott, de azért voltak olyan pillanatok, amikor lehet, hogy eleve nem voltam olyan ideg állapotban, vagy lelki állapotban, hogy úgy nagyon rá tudjak koncentrálni, de néha-néha kiléptem belőle, aztán visszaléptem, mert megint jött egy olyan hosszú snit, ami meg abszolút beszippantott, de hogy nem, nekem nem volt mindegyik így egyen rangú köztük. Abszolút én is hasonlóan éreztem, tehát hogy én ugye nem tudtam, vagy nem láttam korábban a nyitó jelenetet, és akkor az én nagyon-nagyon letaglózott, és akkor nagyon-nagyon megragadott, és utána meg van egy hosszú szakasz, ami már soha kevésbé, tehát hogy így nyilván az is érdekes, meg ott is történnek dolgok, de azért nem olyan intenzitással, és nem olyan hangulatban, mint a nyitó jelenetben, és akkor ilyen vannak, nem tudom, ilyen nagyobb, fontosabb, vagy kulcsabb pillanatai, nem tudom, majd gondolom beszélünk a kórházról, a bálnáról, ami aztán megint egy sokkal inkább ilyen gócpont, ahol hangulat, cselekmény is, és valamilyen mód, valami gondolatiság így megpróbál összeérni. De hát azért szerintem nagyon kívánja a néző figyelmét, és nagyon nem könnyű mindvégig odafigyelni. Furcsa, hogy ezt mondjátok, nekem pont ellenkező élmény volt. Nekem kifejezetten kiegyenlített, tehát hogy beszívott az elejétől kezdve, és viszonylag folyamatosan fenntartotta a figyelmet, és így nem igazán éreztem, hogy kiestem volna belőle. Ami elég egyértelműen éreztem közben, hogy azért nagyon sokszor, főleg az ilyen vágatlan, meg lassú ütemű filmek esetén, sokszor ez öncélúnak érződik számomra,
és akkor nem igazán tudom, akkor dolgok az ujjammal, és várom, hogy jó, akkor most már haladjunk. És itt egyáltalán nem volt ez. Tehát, hogy magam is meglepődtem rajta, tartottam ettől, hogy itt esetleg megint az lesz a helyzet, hogy gyakorlatilag ilyen művészi allőr az csak, hogy sokáig nézünk valamit meretten, de itt abszolút nem tapasztaltam ezt egyáltalán. És a másik, ami meg nagyon, szintén nagyon megfogott, hogy szeretem azt a koncepciót, amikor valaki már bőven a színes film korszakában csinál fekete-fehér filmet, de ez megint az a fajta dolog, ami ugyanúgy, mint ezek a hosszú vágatlan jelenetek, nagyon sokszor átmegy egy ilyen manírba, vagy nem is tudom, minek nevezzem, és Isten, igazából nézünk egy színes filmet fekete-fehérben, és itt nem éreztem azt, hogy ez így kiszakadna abból a korból, vagy stílusból, amiben lévőnek kellene tűnnie. Lehet ezt így mondani? Jaj, mint, amit egy ember egy ilyen lassú ütemű fekete-fehér filmtől vár, és én itt nem éreztem azt, hogy ez így karakteridegen lenne ettől a műtől. Ez tök igaz. Szerintem az is segít, hogy nem egy 2000-ben játszódó történet, tehát így abszolút a külsőségek, a díszletek semmi nem utal arra, hogy ez egy modern setting lenne. Nem is tudom, mikor játszódhat, de biztos, hogy ha be is lehet lőni korban, akkor az így bőven rendszerváltás előtti. És így könnyebb elfogadnom azt, hogy fekete-fehér, vagy nem azon gondolkodok, hogy ez csak egy ilyen rendezői allűr. Egyébként én is egész jól mentem a filmen. Egy-két olyan jelenet volt, ahol elkarlódott a figyelmem, de összességében szerintem főleg a Tarbéla rendezésének, meg a kamerakezelésének köszönhetően nem éreztem unalmasnak, vagy nem ürlen a számomra soha a film a lassú jelentek alatt sem, pedig aztán bőven van, ahol csak így monologizál egy valaki hosszasan, de tehát már a nyitó jelenetben, amikor a végén így a kocsma ajtót látjuk, és akkor ott van a kocsmáros, és így kamera így oda kocsizik az arca elé, és így fél percen keresztül csak nézzük, akkor így azt mondtam, hogy yes, ez cinema, ez most mozi, amit nézünk. Semmi nem történik, és nehéz megindokolni, miért nézzük fél percen keresztül a kocsmáros arcát, de úgy éreztem, hogy ennek most ott helye van, és most milyen jó, hogy ez a rendező, ez így megragadja az én alkalomat, így a csuklómat megszorítja, és így vonszol magával, így végig cibál a filmen, és nem azt érzem, hogy tényleg csak a slow cinema kedvéért most itt nagyon lassan és hosszasan mutatnám mindent, hanem valaki nagyon tudatosan rendezi ezt a dolgot. És egyébként tényleg későbbi jelenetekben is végig lenyűgözött az, hogy hogyan kezeli a kamerát a Tarbéla. Tehát nem arról van szó, hogy most akkor azért nem vágunk, mert spórolni kell, vagy ilyesmi, nem az van, le van téve a kamera egy állványra, és akkor vesz egy jelenetet, hanem rengeteget mozgatja azt a kamerát. Csomószor kézikamerával követ szereplőket, iszonyatos koreográfia van ezekben a jelenetekben. Elképesztő mennyiségű tervezés, próbálás lehet ezek mögött szerintem. Nem tudom, mondom, hogy elhasznált tucatnyi operatőrt. De pont ezek miatt számomra még az ilyen hosszasan monologizáló jelenetek is rohadt izgalmasak voltak. És szerintem ez, ahogy te is mondtad az elején, ami nagyon így a krasznahorkai stílusához köti egyben, tehát hogy ahogy tényleg egy krasznahorkai mondat, az nem tudom, hogy oldalkon keresztül így gördül, és akkor így haladunk elő, és akkor fókuszálunk ide-oda, moda, tehát hogy így a figyelmünk mindig valami köré van. Ugye a tarnak a snitje is ilyen nagyon-nagyon hosszúak, nagyon sokáig gördül, de vagy mindig van valami fókuszban is, és sosem az van, hogy akkor most csak így azért csinálunk hosszú jelentet, mert hogy meg tudjuk csinálni, hanem hogy mert azt kívánja maga a gondolat mögötte, hogy egy végig, egy ilyen megszakítás nélküli folyamat legyen. Ja, de ezzel csomót gondolkodtam a film nézése közben, hogy mit tudom én, mikor a Valuska hazamegy a feleségéhez, vagy az ex-feleségéhez, nem tudom pontosan, hogy egészen korán az utcát sétálástól veszi a jelenetet a Tarbéla, máskor, mit tudom, rendes, mit tudom, úgy értem, egy hollywoodi filmben mondjuk, ami egy hatásosságra megy, vagy a hatékonyságra megy, és ugye tényleg az a szabály, hogy a lehető legkorábban, vagy a legkésőbb csatlakozza jelentbe, és a legkorábban távoz belőle, hogy a lényegre koncentráljunk. Na, ott mondjuk kb. Az ajtón belépéstől kezdődne a jelenet, maximum lenne egy ilyen establishing shot, ahol itt tudjuk, hogy akkor most egy új helyszínen vagyunk. Tarbénánál meg így perceken keresztül sétál a valósk, amire beérkezik a házba. És így nem mondom, hogy indokolható, de nem éreztem fölöslegesnek akkor se, és ezt nem tudom pontosan, hogyan, milyennek a
kémiai egyenlete, hogy ezt össze tudja hozni a Tarbéval. Valamit közöl ezeken keresztül, ha más nem, akkor az, hogy belehelyezkedek egy valamilyen hangulatba, ami kell ahhoz, hogy szépen lassan egy átsodorjon engem ezen a filmen, meg azon, hogy jelenten a film. Fogalmam sincs számomra, teljesen megmagyarázhatatlan, és nem ebben az adásban fogom megfejteni a Tarbélát, úgyhogy remélem nem úgy ültek rá a hallgatóink, hogy nemrég megértem Tarbélát. Én nem veszek ebben a segítségükre. De nekem ez totál működött. Igen, szerintem ebben egyrészt mondjuk az lehet ennek az oka, hogy nem csak egy hangot akar átadni, hanem hogy bele akar minket helyezni abba az életritmusba, ami ennek a kisvárosnak ennek a részben valóságos, részben meg ilyen tényleg ilyen szimbolikus, apokaliptikus, így a történelmen időn kívüli, annak így nem tudom, a peremén egyensúlyozó, így a szakadékba majdnem belehulló. De ez is ilyen klasszikus, ez már a kárhozatra is tökre. Abszolút arra is igaz, emlékszem, ott a végsöprő eső, vagy szakadó eső az ugyanilyen hatást gyakorolt ránk. És hogy lehet, hogy egyrészt ezt az életritmust szeretné, hogyha a néző is fölvegye, a másik biztos az, amit Dominik, te mondtál a Krasznahorkainak a nyelvezetéről, meg szövegvilágáról, hogy azt filmnyelvre így tudja átültetni. Meg még volt egy harmadik, amit most hirtelen elfelejtettem, egy harmadik gondolatom erről. De majd szerintem nem vagyunk olyan jók a monológokban, mint a Krasznahorkai szkriptje. Nem. Talán majd eszébe jut, igen. Na jó, de most már egy csomó ilyen tök fontos motivum, vagy momentumról inkább úgy mondom, beszéltünk a filmből. Teljesen lehet szerintem, hogy legitim módon használni a általunk a Patreonon már jókedve magyarázott set piece fogalmát, mert ez a film is tele van set piece-ekkel, még akkor is, hogyha nem gondolnád, hogy Tarbéla gondolkodik set piece-ekben, szerintem simán van egy csomó tök fontos jelenet, ami igazából a nyitó jelenet is egy elejtől végéig rendes set piece, ami egy nem is vedetlen, csak egy konkrét helyszínen játszódó dolog, amiben így magának a cselekménynek egy rövid szakasza kap egy jó megfogható ívet, eleje közepe vége van, és mondjuk ez adott esetben egy konkrét díszlethez, vagy egy valamilyen fontos képi azért motivumhoz köthető, de akkor is ezek tök jó megfogható kis elemek a történetben, amiket ki tudunk emelni, mint a sokszor emlegetett bálna. De rengeteg ilyen van, ott a helikopteres ütözés is jelent is egy ilyen set piece igazából. Igen. Úgyhogy, van Tarbéla filmben van te helikopteres üldözéses jelenet. Beszarás. Igen, egészen sok fokkal, tehát hogy én nem számítottam sem a tankra, sem a helikopterre a végén, tehát hogy nekem kicsit ki is lógott ebből az ilyen időtlen, ilyen sehova nem helyezhető be, tehát én sokkal kokorban, sokkal korábbra tettem volna személy szerint, és akkor hogy teljesen meglepett egy ilyen modern dolog, mint egy tank, meg egy helikopter. Igen. Biztos ez a cirkusz is, vagy olyasmi, nem, ami hiába tudunk mi is elmenni cirkuszba, de ez mégis valami... Ilyen század elő, vagy ilyen 20-30-as évek után, hogy akkor az emberek biztos nézegettek bálnákat a cirkuszban. Mert egyébként gyerekkoromban én is láttam bálnát a cirkuszban, szóval nem annyira idegen. És herceg is volt mellette? Törpéket nem engedték, akkor már szerintem. De igen, azt tudja, hogy én nagyon-nagyon halványan, csak ilyen képfoszlányokra emlékszem, de biztos, hogy voltam a ajkai, nem tudom, sportpályán, ahol akkor éppen egyik sarokban volt a körhinta, meg a bohócok, a harmadikban meg egy nagy kamion, amiben ott volt a bálna. Szóval ez tényleg létező műfaj volt, ez így ment még a 90-es évek elején is. Egészen nehéz elhinni, tehát. Ja, ez egy dolog, ez egy valódi dolog. Engem is megdöbbentett, hogy így, amúgy lehet, hogy nem is emlékeztem volna erre a dologra a gyerekkoromban, ha nem látom a filmet. Ja, igen, egyébként tényleg fel lehet bontani ilyen nagyobb setpiece-ekre a filmet, és hogy a setpiece-ekből meg fel lehet rajzolni a cselekményt. Tehát, hogy most kicsit elkalandoztunk arról, hogy végigbeszéljük a cselekményt, hogy alapvetően akár úgy is haladhatnánk, mert hogy arra se feltétlenül számítottam volna, hogy lesz egy ilyen jól megragadható íve, ami azért még mindig nagyrészt allegórikus, de akkor is szépen épül az, hogy néhány nap, vagy talán két nap leforgása alatt a kisvárosnak a békéje az hogyan fordul meg, hogyan alakul ki egy ilyen csőcselék, ami aztán megrohamoz egy kórházat a filmnek a gyakorlatilag nagy fináléjában.
illetve hogy mi vezet idáig ezek az ilyen pletykák, rémhírek, szóbeszédek, szorongások, félelmek, amiket mesterségesen is gerjesztott ez a cirkusszal érkező ilyen agitátor figura, ez a herceg. Mm. Tehát, hogy amennyire ilyen tényleg ilyen kozmikus táblatokból indul a film, nagyon szépen eljut egy elég pontos leképezésére annak, hogy mondjuk a populizmus az hogyan tudja szétrombolni akár egy közösségnek az életét, vagy hogyan tudja az embernek a saját destruktív tendenciáit felszínre juttatni. És hogy tényleg ez mind igazából egy ilyen metaforikus keretben marad, de közben meg azért van egy ilyen cselekményessége is. Abszolút, igen. Mi az, amit nektek így a leginkább emlékezetes maradt a filmből, hogyha már ilyen kiemelt jelenetekről beszéltünk? Eszter? Hát most nem is feltétlenül konkrét jelenet, de uh-huh. Így, hogy pont szóba került ez az egész feszültség, meg hogy hogyan alakul ki, én egy ponton túl nagyon elkezdtem figyelni arra, hogy hol érkezünk el oda, ahol már biztosan lehet tudni, hogy ez a fenyegetés ez valós. Aha. Tehát nagyon sokáig úgy tűnt, igen. Hogy uh-huh. Ez az egész csak a pletyka. Tehát, hogy aha. Isten igazából nem tudnak semmit a hercegről, valaki elkezdte pletykálni, hogy ő itten agitál, és valakiket fel akar bújtani, és hogy mire már odaérnek addigra már valakinél vasvilla van, pedig még azt sem tudjuk, hogy igazából létezik ez. Ja. És hogy egészen sokáig nincsen nyoma hallunk arról, hogy esetleg betörtek kirakatokat a húsboltán, de ugye Valuska is úgy reagál rá, hogy hát jó, hát majd elmegyek arra, arsítalak, megnézem, hogy betörték a kirakatot. Tehát ő is látszik, hogy nem nagyon hiszi el, hogy ez megtörtént. És egészen sokáig nincsen tényleges nyoma annak, hogy valami történik. És hát ez valahol egy elég ijesztő dolog, hogy nem mikor lehetünk biztosak. Uh-huh. Abban, hogy az a fenyegetés az valós, és Valuskának is ez viszonylag későn jön el, pedig hát jár kell a városban, és addigra már egy csomó mindenki már teljesen retteg, és transzban van, hogy úristen, mi fog itt történni, és akkor még mindig teljesen nyugodt, pedig egész sokat mozog, tehát nem arról van szó, hogy egy zárt szobában ül, és nem hall semmiről, és mégis igen. Sokáig nem lehet bizonyítékot. Igen, ebben biztos, hogy benne vannak az ilyen tehát a 20. századi totalitárius abszolút. Rendszereknek a mechanizmusai, az, hogy a nem tudom, állampolgárként, átlagemberként, civilként, akárhogy meddig tudjuk áltatni magunkat azzal, hogy még nem léptük át azt a bizonyos határt, vagy hogyan tudjuk a jelenben felismerni azokat a folyamatokat, amiket utólag már nagyon szépen fel tudunk rajzolni, hogy innen, ide, és aztán ide jutottunk. És igen, hogy az ember meddig tudja elhitetni magával azt, hogy nincs semmi gáz, vagy meddig nem is feltűnőek ezek a folyamatok. Mert tényleg egy darabig csak azt látjuk, hogy egyre többen vannak a főtéren ott a kamion körül. Ja. És hogy mintha egyre olyan fenyegetőbbek lennének azok az emberek, de hogy ez is most abból fakad, hogy nekünk ez fenyegető, vagy valóban történik valami. Igen, de ott is egészen sokáig tűnhet úgy, hogy csak a bálnára kíváncsiak igazából, jaj, csak nem mernek bemenni, és én meg azt gondolom, hogy tényleg ennyire félnek attól a dologtól, és hogy igazából csak azért elcsorognak ott ennyire gyanúsan, mert például várnának egy Eszter úrféle karaktert, aki bemenj és megnéz, és utána mindenki besétálna, és hogy valahogy erre várnak, hogy majd lesz valaki biztos, aki után már bemernek menni, addig meg ott vannak, mert nem akarnak lemaradni a szenzációról, de nem mernek ebben szerepet vállalni, és hogy ott is egészen későn kezd el a, úgymond, nem is tudom, a felkelésnek a színhelye lenni. Igen. Amikor már másodszorra megy vissza a Valuska, és hogy körülnézzen, akkor lesz számomra, szerintem igazából egyértelmű, hogy ott már az azt megelőző, de mondjuk az azt megelőző rövid beszélgetés is, amikor az utcán megáll egy idősebb úrral beszélni pár mondatot, ott is még kicsit az, hogy hát ő azt mondja, hogy itten hatalmas baj készül, de ott sem biztos, hogy ő ezt még elhiszi. Meg én, mint néző sem voltam benne, biztos, hogy most lehet, hogy a bácsi is meg van ijedve valamiért, és Isten igazából csak túlspilázza a dolgot. És utána bemegy a főtérre a Valuska, ahol ugye ilyen lángoló mágiák vannak, meg úgy mindenki körül állja ezeket a mágiákat, és ugye senki nem szól semmit, tehát és senki nem beszélget senkivel, meg sem Valuskával sem, tehát hogy
az ő nézőpontjából teljesen legitim az, hogy igazából itt nem történik semmi, mert hogy nem látszik, hogy igazából mi történik. Tehát, hogy mindenki áldogál. Jó, hát azt mondom, gondolom, hazamennek. Tehát, hogy így hogy nem látszik, hogy mi az a trigger, ami igazából megmozgatja itt az embereket. Ja, ez marha érdekes. Meg az is, hogy ilyen csöndes, hömpölygő tömegként viselkedik itt ez a lázoló nép. Hogy hát tényleg nem... A kiabalulás is az, az félelmetes. Félelmetes, igen. Az a hosszas, teljes városon át ilyen tömeg jelenet, ahogy mindenki menetel, az tényleg bármilyen disztópiát megidézne. Igen. Vagy... Olyan, mint hogyha mindenki ilyen transzba lenne. Ja, és utána ja, ugye már a kórháznak a szétrombolásának a végén, amikor ja. azt az idős bácsit látják meg mesztelenül, akkor, mint hogyha hirtelen kijózanodna mindenki, és úgy vonul ki ilyen vercserekként, de hogy egészen addig tényleg egy ilyen... Nagyon érdekes ez a kép, hogy, hogy így ábrázolja ezt a fajta... Tehát a Tarbél a saját maga vonja a párhuzamot a Kapitólium ostromával, az amerikai Kapitólium ostromával, ami februárban volt. Ő is tudja, hogy ez az, amit gyakorlatilag előre vetít, vagy amit sugall a filmje, de mégis tehát azzal, hogy ilyen néma tömeggé teszi ezt, az nem, tehát nem egy valóságos, nem egy realisztikus ábrázolás ennek a fajta ilyen népfelkelésnek. És ez nagyon izgalmas, és nagyon félelmetessé teszi számomra. Érdekes, nekem nem is a transz jutott eszembe, hanem az, hogy érdektelenek. Tehát, hogy mindenki ilyen fa arccal eltökélten, de hogy valójában nem lelkesen, vagy nem az, hogy na, akkor most jól megmutatjuk, tehát nem az, mint mondjuk, hogy általában az ilyen tömegjelenteknél szokott lenni, hanem hogy így mindenki megy előre, mert hogy ezt kell tennie. Tehát, igen, hogy, igen, mintha már ilyen eleve elrendelt lenne, igen, aminek abszolút. Ők csak így az eszközei, és igen. Nem ők motiváltak, és nem ők akarnak valamit, hanem egyszerűen csak ez a történelemnek a menete, vagy ez a... Ja. És ebben van benne az, hogy ez az egész a Torbélánál egy ilyen irányíthatatlan, kozmikus káosznak a vezérelve szerint történik, ahol egyszerűen nincs hatásunk a nagy összefüggő eseményekre, így a saját életünkön kívül nincs befolyásunk a történésekre, és ezek olyan szintű, olyan léptékű dolgok, amelyek egyszerűen csak kontroll nélkül bekövetkeznek, és ez szerintem a Tarbéla filozófiájának nagyjából a lényege. De a hercegről beszéljünk még egy picit. Én a nevén is elgondolkodtam, hogy miért ezt az elnevezést kapja a herceg. Ez, tudunk erről valamit? Bármi utalás, vagy akár olvasmányokban? Nem. Ja. Hát én egy dologhoz tudom kötni kizárólag, lehet, hogy ez a legprimitívebb olvasata mindenik, de hogy így a Machiavelli könyve volt herceg, és a Machiavelli meg volt a nagy képviselője annak, hogy a politikát, meg a hatalmat azt lehet gyakorolni erőszak és úgymond illegális cselekedetek által, tehát lehet használni a hazugságot, lehet használni a megtévesztést, a csalást, dezinformáció, gyakorlatilag ez így pont ugyanazok a dolgok, amikkel megint csak a Kapitóliumnál kötünk ki, lehet hozzá kötni ennek az egésznek a kezdetét, az eredetét, és az, hogy a Tarbélánál, vagy hát a Karsznorkainál ez a karakter, ez a herceg, és ilyen megtévesztés, meg hazugságokkal tömegbefolyásolást ér el, ez valahol látom az összefüggést. Ja, Tarbéla azt mondta, én nyilván semmilyen megállapítást nem fog tenni itt az adás során, mindig Tarbélára fogok hivatkozni. De ez is kell. Tarbéla azt mondta, hogy vagyis amivel párhuzamba vonta, szerintem nem pont a herceg figuráját, de szerintem itt jó említeni, hogy ő ezt egy mesének képzeli el, vagy egy mesei történetnek, értem. És a Grimm mesékkel hozta párhuzam, hogy az a fajta mese, ahol nem tudom, nem fér bele a király kisasszony lába a cipőbe, akkor levágják a lábát. Tehát, hogy amiben ilyen durva dolgok történnek, ja. De mégis ugye egy mese, ja. Nem a Disney-sített változat az eredeti a meséknek. Igen. És hogy ő hasonlóan egy ilyen mesefilmnek képzelte el, nyilván ezt lehet esetleg allegória, metafora, különböző szavakkal érteni, de hogy ő ezt a mesefilm szót használta rá, és akkor lehet, hogy mondjuk innen is fakad, hogy ebbe például sokan nagyon jól belepasszol az, hogy a herceg, ez egy ilyen abszolút mesei, nem tudom, kis hercegtől kezdve, csomó mindenbe, ez egy ilyen nagyon mesei
megnevezés, és hogy közben... Te a rokonsága Némo nyomában, nem mint gondolnám. Egy közben tök érdekes, ugye végig nem látunk belőle szinte semmit, csak egy árnyalakot. Nekem azért ott eszembe a cirkusz miatt a karnivále, jobban is sokáig a menedzsmentet, csak így a függöny mögül halljuk, és onnan manipulál. Ja. Igen, igen, tényleg. Igen, a hercegek kapcsolatban nekem is mindig ez, ami elsőre beugrik, hogy sosem látjuk. Tehát, hogy és ez is tényleg a hatalom gyakorlásnak egy ilyen nagyon klasszikus eminencia. Igen, igen. Tehát, hogy ő ott van, és persze valamilyen módon befolyása van, de ez csak közvetítőkön keresztül van, mert ugye nem is beszél még magyarul ráadásul, hiszen csak talán szlovákul, és akkor van egy ilyen marcona alak, aki fordít helyett, vagy fordítja a mondatát, azt, hogy most tényleg azt fordítja persze, amit mondasz, már nem tudjuk, de mondjuk elhisszük, és ezen keresztül irányítja a tömeget, ami meg viszont elfogadja ezt az irányítást, még úgy is, hogy sem látja igazából rendesen, vagy nem érti igazán. Igen. És ugye szerintetek se véletlen az, hogy a Kállai Ferenc játsza őt, ott a handlerét, tehát hogy csak a tanúra gondolok, mint a leghíresebb szerepet egyébként, azért mint a politikai vetülete a filmnek, abban az szerintem jól belepasszol. Mert van több ilyen kis figura még a herceg mellett, akik így megjelenítik mondjuk egy ilyen, nem tudom, totalitárius rezsim, vagy hatalomátvételnek a funkcionáriusai. Tehát, hogy itt van ez a Kállai karakter, aki így azt hiszi, hogy tudja irányítani, vagy hogy ő a főnök, de valójában nem ő a főnök. Akkor ott van a Hanna Schaigulla által játszott női karakter, aki az Eszter úrnak az ex-felesége. Tünde. A Tünde, igen. Aki gyakorlatilag ilyen háttérből irányít és bújtogat. Megismerjük az ő új, nem tudom, férjét, vagy valakit, ezt a rendőrkapitányt, vagy katonatisztet, aki full részegen, vagy betegen, vagy pontosan nem lehet tudni, hogy ott milyen állapotban van, de hogy arról beszél, hogy tömegbe kell lövetni, meg szuronyt fel, és aztán pisztolyával hadakozik, és így látszik a Tündén, hogy így picit idegesít ide igazából, rajong ezért a fajta hatalmi pozícióért, amit ad neki, és szeret így fontoskodni, és szereti úgy érezni, hogy ő neki hatalma van. Tehát szerintem érdekes, hogy belerakja ezeket a kis apró figurákat ebbe a történetbe, ahogy így ahogy eljutunk a tankokig gyakorlatilag. Szerintem ennél jelentnék különösen fontos ott, mert ugye ebben a jelenetben, ahol a Tünden megtalál egy rendőrfőnök, vagy nem is tudom milyen karakter van, és ugye ők egy ilyen harci indulóra egy ilyen pisztollyal hadonászó táncot lejtenek. Most ilyen nagyon groteszk az egész, és ilyen, de hogy valójában mégis egyfajta ilyen valahol egy erotikus, vagy egy ilyen násztánszerű dolog akar lenni, és akkor a következő ilyenben meglátjuk a gyerekeket, a rendőrfőnöknek a gyerekeit, akik hát tombolnak gyakorlatilag, tehát egy ilyen folyamatos üvöltéssel mindent vernek. Káosz van, igen, és hogy meg is a háttérben van egy csomó fegyver, tehát hogy nem tudom, ilyen kardok, meg nem tudom, pisztolyok vagy puskák lógnak, és ez a két jelent egymás után nekem ilyen nagyon furcsa, mert hogy mint hogyha tényleg arra vinne, hogy ebben a násztáncból születnek ilyen gyerekek, tehát hogy valójában az egész emberiség e felé halad, egymás generációk újra és újra ugyanazt csinálják, és ugyanúgy nem tudnak más tenni, mert hogy ilyen szülőkkel, meg ilyen nemzedékekből származnak, és mindenki arra van elrendelve, hogy hát előbb-utóbb a pusztítás felé halad. Érdekes van, engem inkább azt a hatást érte, hogy a match cutoknak a szerepét, hogy így a két jelenet között, és meg azt az összefüggést, ami nincs benne, feltétlenül vagy csak a vágásnak köszönhetően teremtődik meg, hogy amit a rendőrök csinálnak, az semmivel se felnőttesebb, semmivel se éretebb, mint amit a gyerekek művelnek, és ugyanolyan zabolázatlan, éretlen baromkodás igazából. De igazából mindegyik annak a ilyen bennünk lévő erőszaknak a megnyilvánulása, ami aztán nem sokkal később megnyilvánul a kórházban is. Tehát, hogy mintha ezek mind azt húznák alá, hogy így az autoriter figuráktól kezdve a gyerekekig mindannyiunkban ott van benne ez a fajta erőszak, ami és akkor elég egy ilyen populista hergelő, mint a herceg, meg elég egy olyan kilátástalan állapot, amiben élnek ezek a kisvárosiak, hogy tényleg csak a kocsma van, meg a szegénység, meg a fagy, meg nincs már tüzelőanyag, és akkor ezek így együttesen tudnák létrehozni ezt a... De igen, de az, amit mondasz, Dominik, hogy ezek így a... Tehát, hogy a
hogy mondjuk generációról generáció megismétlődik, ez is totál benne van, tehát mondjuk az, hogy ahol játszanak a gyerekek, tényleg tele van ilyen fegyverekkel, tehát így ebben nőnek fel a gyerekek, az erőszak körülveszik. Természetes számukra az, hogy életet kioltó fegyverek veszik őket körbe, tényleg előrevetíti az, hogy a következő generációhoz nem tud változni ezek miatt, a hatások miatt. Ez totál benne van tényleg. Egyébként maga a bálnás jelenet szerintem rohadt jó. Melyik a kettő közül? Igen, amikor először bemegy a Valuska, és így a Három. És így a szép lassan megközelíti a szem golyóját a bálnának, az is egy ilyen rohadt hosszan kitartott snit, apránként építkezik, és a klimax tényleg az, hogy látjuk azt, hogy a szemében néz a bálnának, de valahogy mégis olyan varázslatos az egész. És hogy belegondolni, hogy az azt, hogy tényleg egy létező élő lény, amely talán ki van tömbbe, de franc tudja, de hogy valaha egy élő lény volt, amely ott hever holtan. És ennek a varázslatát próbálja a Valuska így magába szívni. Közben totál morbid, hiszen egy halott lényről van szó, egy elpusztult állatról van szó. Ezek a kettőségek itt is, nem tudom, az egész filmet szerintem így jellemzik. Az nyitó jelenettől kezdve, ahol a napfogyatkozás varázslatossága, közben azt sugalja, hogy kihűl a föld, és nem tudjuk, mi lesz. Ezek így végig itt feszengenek a történetben, ezek az ilyen ellentmondások. Tar Béla azt mondta. Én hevesen bólogatok. Én úgy fogalmazom, amikor van a film.hu-n egy ilyen nagyon alapos interjú, onnan van összedem ezeket az információkat, ott pont rákérdez az interjút készítő. Mit jelent a bálna? Pontosan ez a kérdés, hogy mit jelent a bálna. Valaki megmerte kérdezni Tar Bélát, hogy mit jelent a bálna. De, én félnék, hogy ketté vág. De aztán tehát hozzáteszi azt, hogy egyáltalán el kell ezen gondolkoznia, hogy neki mit jelent a bálna ahhoz, hogy neki álljon meg elkészíteni a filmet, vagy lehet ilyen szabadon hagyni. Yeah. És akkor erre azt válaszolja, hogy azt tudnod kell ez, hogy a filmkészítés nagyon pragmatikus, tehát hogy nem lehet ilyen dolgoknál feltétlenül leragadni. De hogy az elején tisztázni kell, vagy tisztáznia kellett, hogy ennek a filmnek három főszereplője van. Az egyik a Valuska, aki a kozmoszhoz kötődik. A másik Eszter úr, aki a tiszta hangok világához kötődik. És a harmadik pedig a bálna, aki a távoli óceánok küldötte, és hogy mind a hárman az örökké valósághoz kötődnek, ez kapcsolja őket össze, és plusz van a konkrét valóság, ami mindhármuk ellen dolgozik, tehát itt van ez a feszültség, amiről pont most beszélünk, ez a konfliktus, és ennyi az egész. Ha három mondatban el tudod mondani magadnak a film lényegét, akkor tudni fogod, hogy mit akarsz csinálni. Ennyi az egész. Ennyi az egész, igen. De egyébként ez tényleg tök jó, hogy így igazából ilyen különc figurákat választ kiemelt szereplőknek, tehát hogy tényleg mindegyikük, az Eszter úr is, aki nem tudom, az mint egy zeneelméleti podcaster, így ül a kis dolgozó szobájába, és mondja föl az összhangzattani elméleteit, hogy mindegyikük így nagyon kilóg, és mindegyik vissza akarja rántani valami a valóságba, és aztán a film utolsó előtti jelenetében, ami szerintem egy nagyon tragikus jelenet, ahol ülnek ott egymás mellett a kórházi, hogy az egyiküket megsemmisítette az, ahogy az illúzióit elvesztette, a másik meg még talán kitart, és akkor a végén, hogy talán mit lát, amikor a bálna szemébe néz. De hogy ez szerintem arról is szól a film ezek alapján, hogy azok az emberek, akik megpróbál valamennyire kívülállók, vagy megpróbálnak felülemelkedni ezeken a hétköznapi dolgokon, vagy megpróbálják a másokat felemelni magukhoz, nem magukhoz, de hogy abba az átszellemültségbe, meg csodába, amit ők megtapasztalnak, és hogy helyette meg az van, hogy lerántják őket így a kozba, meg a sárba, és hogy akkor vajon az Eszter úr az megtapasztal-e valami aprócska csodát ott teljesen szétterült bálna tetemnél, vagy már ez teljesen reménytelen. Én pont ezért utána megnéztem, nem tudom mi, hogy kétszer úgy azt a legvégig jelentett, hogy vajon mit tapasztal abban a bálna szemben, és nekem több nézés után az a megérzésem, vagy nekem nagyon az tükröződik a színész arcán, hogy egy ilyen nagyon megrendült, letaglózott, vagy egy negatív érzése van, tehát hogy itt van ez a bálna, ez a tényleg az óceánok csodája,
és hogy hát az ember lerántotta a saját szintjére, megölte, kipreparálta, vagy nem tudom, mit csinált vele, ide hozta egy kisváros főterére, ahol ráadásul szétomlott körülötte a kamion, tehát hogy még így félig lelóg a platóról, és akkor ilyen egyszerűen méltatlan pozícióban van. És akkor Esterul benéz a szemébe, és utána ilyen nagyon ilyen metegen letagozottan, mint akinek már így minden mindegy ezek után, és akkor így megy a kamera felé, még visszanéz, meg még egyszer ránéz, utána meg még egyszer elfordul, és még letaglózottabban, még beletörődöttebben megy ki a képből, és akkor ez lesz vége a filmnek, ami hát nekem nem volt túl lelkesítő. Igen. Ja. Így most már kezdem jobban érteni, hogy tényleg itt a vállalat tulajdonképpen amiatt, hogy egy ilyen ki tudja hány évig, több mint 100 évig élőlény, kicsit tényleg azt reprezentálja a filmben, hogy az idő az így az ember élet az időben az egy semmi, és hogy ez a bálna az egy ilyen sokkal nagyobb léptékű dolgot képvisel a kozmoszban is, ebből kifolyólag, és így megvan tényleg értem már az összefüggést a nyitó jelenettel, meg azzal, hogy a Valuska az hogyan képviseli a kozmoszt, és hogy a film végén a tragédia az, hogy még egy ilyen nálunk sokkal nemesebb, sokkal hatalmasabb élőlény is ugyanolyan méltatlan módon tud elpusztulni a mi pusztításunknak köszönhetően, hogy ez milyen kilátást sugall akkor a kozmoszra tekintve, mondjuk. De igazából arra akartam visszatérni, amit mondtál a Tarbélának a karakterekkel kapcsolatos olvasatáról, hogy nyilván biztos így van, meg valószínűleg ez már a Krasznahorkainál is így volt a könyvben, hogy a szereplőknek ez a funkciójuk, és hogy van egy ilyen átfogó víziója Krasznahorkainak is arról, mit akar mesélni a történeten keresztül. De ez egy olyan komplex, mi meg olyan sokrétű, hogy szerintem ez ember legyen a talpán, aki mindent megérti ebből, mert nem is kell feltétlenül, de pont az izgi benne, hogy csak azt érzed meg, nézve azt fogod fel belőle, hogy tényleg rohadtul poetikus, tényleg tele van allegóriákkal, és lehet, hogy nem mindegyik esik le elsőre, vagy lehet, hogy soha nem fog leesni ezek közül némelyik, de hogy mégiscsak kapsz egy olyan képet, meg mégiscsak kapsz egy olyan olvasatot belőle, ami számodra értelmezhető, és nem azt jelenti, nem azt mondom, hogy mindenki máshogy látja, nem azt mondom, hogy mindenki belelát magába valamit, hanem hogy a rengeteg mindenben, amit elmesél ezzel a milliónyi allegóriával, valamennyi mindenképp át fog jönni, és csak azt fogod érzékelni, hogy egy ilyen baromi komplex, valamilyen filozófiát képviselő, valamilyen mértékben poetikus műnek egy szeletét sikerült megragadnod, és ez elég kell, hogy legyen, és ez kell, hogy felvillanyozzon, hogy lehet, hogy nem értettem ebből minden, de pont ettől rohadt izgalmas, hogy mennyire sok egyszerre ez a film, és valószínűleg a könyv is. Nekem ettől gyönyörű ez a film, tényleg. Na, abszolút egyetértek, tehát hogy én is úgy voltam vele, hogy a megtekintés közben ezekre így nagyon nehéz volt fókuszálnom, és hogy nyilván a film annyira visz magával, és annyi minden van, amire egyszerre lehet figyelni, de hogy közben utána vége a filmnek, és az ember lenyúszik, és akkor így átgondolja, hogy mi is volt ebben a filmben, és akkor én is, tehát bizonyos jelentekhez újra és újra visszatértem, nem tudom, az első jelentet megnéztem, vagy négyszer, utána amikor az Eszter úr a jól temperált hangzásról monologizál egy 5 percen keresztül, azt is nem tudom, háromszor meg kellett néznem, mire rájöttem legalább ilyen töredékekre, hogy mit is akar ezzel itt, vagy mit is mondott igazából itt a monológ közben, és szerintem ez nagyon izgalmassá teszi ezt a filmet. Ja, Werkmeister harmóniák cím. Melti, mit tudtadok kezdeni? Hát ugye itt igazából valamennyire magyarázza ezt pont ebben a jelenetben. Pont ebben a jelenetben, igen. És én, amíg hallgattam már elsőre is azt a monológot, azon gondolkoztam közben végig, hogy ezt hogyan lehet kivetíteni az egész filmre. Hogy vajon most főleg azáltal, hogy talán az egyik első mondatban hangzik le, hogy ez igazából egy filozófiai kérdés. Tehát, hogy ő maga is kimondja, hogy ő már rég nem a zenéről beszél. Ez nem egy technika, ez egy filozófiai kérdés. Igen, pontosan valahogy így hangzik el. És hát
mire helyezi a hangsúlyt? Arra, hogy van egy természetes rend a világban, amit mesterségesen elrontunk, és innentől kezdve csalás és hamis az egész. Hogy ez vajon az akármilyen rendszernek a rátelepülésére utal-e, vagy ugye azon a ponton, amikor viszonylag korán van a filmben, hogy akkor ez is erősítette azt, hogy vajon akkor minden illúzió, amit tapasztalunk. Nekem pont a tünde kapcsán is, amíg nem állott a tank mellett, én benne se voltam biztos, hogy ő nem csak simán lökötte. Tehát, hogy egészen addig nem volt biztos, hogy ő tényleg szervezkedik, hanem, hogy... Úgyhogy így a Bergmeister harmóniák is egy kísérlet volt arra sok közül, hogy abból a korlátozott képességek rendelkező rendszerből olyat hozzanak ki, amiben több lehetőség van, de ezt ő már azt is, pedig ez hol van még a manapság használt hangolásoktól, teljesen elítélendőnek nevezi meg. És kicsit így az is benne volt számomra, hogy akkor nem is nagyon lát opciót arra, hogy ezt lehet jól csinálni. Igen. Utána azt hiszem a monológ legvégén megnevezi a célt, hogy itt ez terül a monológ végén kijelöli igazából ezt a célt, ami felé lehet haladni, hogy vissza kell térni a természetes rendhez, még akkor is, hogyha ez korlátos, de hogy nem szabad ezt a isteni harmóniát, vagy ezt az isteni szférát megbolygatni, mert az úgyis csak csalás, úgyis csak ábrándhoz vezet, úgyis csak pusztuláshoz vezet, mint ugye az egész film igazából egy hatalmas út ahhoz a pusztuláshoz. És hát igen, ez a Werkmeisteri mű, hogy a Bergmeister harmóniák, amint a pusztulás zenéjét látjuk ugye az egész filmen keresztül. Vissza kell térni a természetes rendhez, ennyire egyszerű a történet. De mint amíg a film végén, amikor ülnek a kórházi ágyon, akkor mint amíg azt is mondaná, hogy egyébként nekem most otthon sikerült a nem tudom zongorámat visszahozni ebbe a természetes állapotba, vagy ebbe a tiszta hangolási állapotba, és akkor majd ha hazajössz velem, akkor ott majd ez tehát hogy ez a, mint hogyha így a picit az is lett volna ebben a jelenetben, hogy ő maga ezt a pici dolgot megcsinálta, de hogy igazából ez már nem ér semmit a nagy egész tekintve. Tehát, hogy ez picit nekem azt hordozta, hogy ez az elefánt csontornyába bezárkózott művész, aki a saját elméleteit, vagy a filozófiáját a gyakorlatba át tudja ültetni, de igazából ezzel már nem tud megváltoztatni semmit. Hát igen, és ott is hangzik, hogy akkor így majd könnyebb lesz eladni az zongorát. Mm-hmm. Igen, én is abban azt éreztem, hogy volt egy furcsa, azt hiszem, hogy a magyar Wikipédián egy ilyen pozitív olvasata van a finálénak, hogy mégis valami optimizmus még ott felcsillan, de szerintem pont ez az, hogy ez egy totál lemondásról szól, hogy még a zongorát is, ami már szépen van behangolva, azt is lehet, hogy el kell adni. De egyébként ez az összefüggés, hogy a természetes rendhez való visszatérés jelenti az Eszter úr számára a tökéletességet, ez így pont ennek az ellentetje az, amiről ténylegesen a film szól, és ez az entrópia, ami egy ilyen teljesen természetes fizikai vagy kémiai folyamat, amely mindenképpen következik, és megállíthatatlan, és nem lehet el tenni, és pont ez a törvényszerűség az, amit a filmben is mondjuk a szereplőkkel látunk, amikor vonulnak a tömegben, hogy ez az entrópia, amit látunk, ez így ez nem megkérdőjelezhető, ezzel nem lehet mit kezdeni, nem lehet megakadályozni. Igen, tehát hogy pont ez a természetes rend, ami bekövetkezik meg, ami az emberi természetben benne van, és a civilizáció, amit ráteszünk, az, ami ő ellenágál. Tehát, pontosan. Miközben lehet, hogy ő nem is úgy gondolja, hogy ez ellenágál. Szerintem nekem mindig az az érzés, hogy pont fordítva, tehát hogy valójában itt a civilizáció, ami lerontja ezt a természetes rendet, és a természetes rend az abszolút pozitív, és az, ami felé tudunk menni, de a kultúránk, a nem tudom, nyugati vagy modern kultúránk, az meg pont, hogy rárakja azokat a réteget, amitől bekövetkezik a pusztulás. Tehát igen, csak hogy úgy van monologban, hogy amikor nem tudom, Pitagorász korában még a természetes rend volt, és utána az emberek kisajátították ezt a hangolást, és akkor belejött az újabb és újabb civilizációs forma, nem tudom, Werkmeisterig kipróbáltak valamit, és ettől lett igazából az egész rossz. Igen, csak hogy akkor az Eszter úr nem ugyanolyan naíve, mint a Valuska, mert akkor nem ugyanaz gondolja el, hogy akkor erre az a megoldás, hogy visszatérünk ehhez a korai, nem tudom, pitagoraszi természetes rendhez, de valójában, hogyha a civilizációt levesszük, akkor nem feltétlenül oda jutunk vissza, hanem oda, ahova
ahova a film végére jutunk. Vagy akkor a filmnek az-e az állítása, hogy ez már a civilizációnk része, ez a fajta pusztítás, tehát ez akkor megint egy... Vagy csak nem tudunk kikerülni ebből a körből. Ez is igaz. Ez is lehet. Van ez a ugyanannak az örök visszatérése nevű Nietzsche-i gondolat, ami alapvetően arról szól, hogy ugye az egész civilizáció ilyen újra és újra visszatér ugyanabba a szituációba, ugye, mint ahogy a napfogyatkozás is, ugye annak a hiába történik meg a hideg, a pusztulás a végén, utána ugyanúgy egy ilyen ugyanabba a szituációba kerülünk, mint előtte voltunk, és nekem ez a Torinói lónál volt nagyon látványos, mert az a film is igazából ugyanarról szól, vagy igazából ugyanennek a gondolatnak egy ilyen véletleg elvitt koncepciója, hogy ott is van két fő karakter, akik ilyen egészen banális és triviális mindennapi tevékenységet csinálnak, krumplit főznek, esznek, alszanak, nem tudom, de közben a háttérben megtörténik az apokalipszis, és egyre borzalmasabb lesz a világ, de hogy ők továbbra is esznek, alszanak, krumplit főznek, már látod, hogy nem nagyon van krumpli, de hogy még mindig azért ugyanazokat a tevékenységet csinálják újra és újra. És a filmnek a legvége is azt hiszem valami ilyesmi, hogy egyél, mert enni kell, tehát hogy ugyan ezeken a mindennapi tevékenységeken, a rutinon az ugyanazon tevékenységen keresztül valójában mi túljutunk az apokalipszisen, és ugyanannak az örök visszatérése az valójában egy ilyen diadal, mert az apokalipszis után ugyanúgy bekövetkezik az állapot, és az ember képes azon, hogy túljusson az apokalipszisen, és utána megint egy olyan rend lesz majd, ami így működik, és utána persze megint eljutunk az apokalipszisig, és utána megint visszajutunk a legelejére, de hogy ez egy a Torinói lónál szerintem nagyon látványos, és amiatt azt a filmet például nagyon nehezen tudom bekategorizálni abba, hogy most ez egy pozitív vagy negatív végkicsengésű film, mert hogy egyszerre negatív, mert nagyon rossz dolgok történnek benne, de egyszerre pozitív is, mert azt mondja, hogy az akarattal, meg azzal, hogy ugyanoda visszatérünk és vissza akarunk térni valójában, felülemelkedünk ezen a pusztuláson. Ja, igen, a Werkmeisterhez is azt mondja, vagy azt mondta Tarbéla, hogy van ez a katarzis a végén, ami nem feltétlenül egy pozitív katarzis, de mégis hordozhat valamiféle megtisztulást, az, ami a kórházban lezajlik, és hogy utána összeomlanak emberek, és összedől a világ, de hogy abból esetleg fölépülhet valami más. Kérdés, hogy a zárójelenet, ahol ott a köd elborítja azt a teret, az vajon ezt sugallja-e, vagy azt, hogy itt valaminek vége szakadt. De hogy talán egyébként, hogyha elrugaszkodunk a film legvégétől, akkor a film egésze azért mégiscsak ugyanazt, ezt a fajta körforgást sugallja, azt, hogy ahogy a teljes napfogyatkozásnál, és hogy teljes sötétség van, hideg, fagy, halál, kozmikus pusztulás, de utána visszatér a fény, és újra kezdődik az élet. Hogy szerintem az, ahogy a film végig kezeli a fényárnyék hatásokat, ahogy a szereplőit beviszi egy sötétebb térbe, majd visszaviszi mondjuk egy lámpafénybe, az végig valahogy ezt hordozza, hogy bevisz minket a sötétbe, de aztán mindig kivisz minket a fénybe. Nekem egyik kedvenc hosszú snittem az pont a nyitó jelenet után, amikor megy végig a néptelen éjszakai vagy hajnali utcán a Valuska, és még mindig szól a Víg Mihálynak a zenéje, és még távolodik tőle a kamera, és ahogy a fényből tényleg belehalad a teljes sötétségbe, de aztán megint jön egy fénykör, ahova ki tud lépni, és akkor a Bálnánál is ugyanez van, hogy amikor a Bálna szemébe néz, akkor ott éppen valami fénybe kerül. Sokszor van, hogy egy sötét szobába kitárják az ablakot, és akkor így beárad a fény. Tehát, hogy minthogyha Tarbéla is még mindig be akarná engedni ezt a fényt, csak közben tudná, hogy az árnyékok azok sokkal gyorsabban terjeszkednek. Ez jó gondolat. Ezek alapján igazából, hogy mondasz a Torinói lóról, Dominik, így el tudom képzelni tényleg a Tarbélát, hogy így úgy gondolja, hogy én már mindent elmondott, amit el akart mondani a filmekben. Szerintem azzal, hogy nem csinál több filmet, azt is mondja, hogy ezek a filmek, meg az a filozófia, amit ezeken a filmeken keresztül elmond, ezek ilyen örökérvényű dolgok. Tehát nincs többet, mint mondani, mert már mindent elmondott, amit lehet így valójában a világról. A véleménye nem fog megváltozni, a világ nem fog megváltozni, hát ez van. Egyszerűen nincs értelme több filmet csinálni. Pontosan. Milyen érzés lehet így élni, hogy kész vagyok. Megcsináltam az életmű. Nem sok olyan alkotó van, aki el tudja mondani, hogy ő befejezte az életművét. Tehát.
Szóval ezt önmagában csodálom, hogy valaki eljut erre az állapotra, de úgy, hogy nem szűklátókörű egoizmusból, hanem tényleg, ha megnézem, akkor el tudom képzelni, hogy ő azt gondolja, hogy joggal, hogy ő tényleg mindent elmondott, amit el akart mondani. Nem tudom, akarunk még valamit elmondani a Bergmeister harmóniákra? Ezután kedvet kaptatok egyéb Tarvéla filmekhez? Nem tudom, a kórházas jelentről akarunk-e beszélni? Jó ötlet, még lehet róla beszélni. Na, nagyon vidám jelenet volt. Ja. Az is, abban is az a ami elsőnek megfogott egy kicsit így kívülről nézve magát, tehát hogy mennyire... tehát így nem gondoltam volna ebben a filmben ilyen összetett, ilyen nem is tudom, hogy mondjam, rengeteg helyszínt, meg szereplőt, meg koreográfiát igénylő, sőt, konkrétan kaszkadő mutatványokat igénylő jeleneteket fogunk látni, mert ott azért rendesen agyon vernek embereket. Tehát itt nagyon komoly koreográfia van, hogy az is csomószor vágatlanul megtörténik úgy, hogy a kamera láttára, tehát nem a kamera képén kívül, agyon vernek embereket, és mondom, egy vágás nélkül történik mindez. Nekem önmagában a film készítése is annak az lenyűgözött. Biztosra veszem, hogy Alfonso Cuarón látta ezt a filmet, vagy legalábbis, vagy valamilyen Tarbéla filmet biztosan látott, mert így nagyon eszembe jutottak. Akár az Embergyermeke, de akár a Rómának, főleg a Róma, mivel ez fekete-fehér, de hogy abban is vannak hasonló, mondjuk amikor megostromolják azt a talán szerkesztőséget, vagy már nem emlékszem, hogy amikor van az a nagy felzúdulás, és akkor ott fönt az emeleten, amikor berohannak egy ilyen irodaépületbe a tüntetők, vagy lázongók. Lehet, hogy valami szabóság. Tényleg, igen. Tehát, hogy ezekben a hasonló ilyen tablókban azért felfedezni vélem most így a Tarbilat. Azért Tarnak van kultusza, nem nemzetközi szinten is, szóval nem lepődnék meg ezen. Persze, hogy ne. Tényleg óriási a kultusza. Meg egyébként Krasznahorkainak is óriási a kultusza, tehát megjelentek a könyvei idegen nyelven, és nagyon népszerűek, meg elismertek, csomószor díjazottak ezek a könyvek. De visszatérve az utolsó anyát, tehát tényleg valószínűleg azért az ilyen Cuarón-féle rendezők minimum ismerik. Egyébként meg benne van az akadémiában, tehát a Tarbéla tagja az akadémiának, amelyik az Oscar-díjakat kiosztja, hát nem hiszem, hogy mondjuk megnézegeti a nem tudom, a lelki ismereteket a Pixar-tól, ilyeneket minden évben, de úgy ott van, meg szavazhatna, meg megkapja a screenereket valószínűleg. Nekem abban a jelenetben az a legnehezebb, amikor ugye vége lesz magának a pusztulásnak. Ugye meglátjuk a mesztelen öreg embert, aki egyfajta ilyen, nem tudom, ilyen isteni szentségként, vagy ilyen, nem is tudom miként véget vet a pusztulásnak, és onnantól kezdve gyakorlatilag vége lesz ennek az eseménysorozatnak, amit nagyon nehéz nekem értelmeznem. Nem tudom, hogy láttátok azt a jelentet, hogy mitől lett itt valójában vége, vagy mi az, ahogy vége lett? Nem is tudok rá magyarázatot mondani. De valahogy mégis úgy érzem, hogy így értem, hogy itt mi van. Hogy itt nem kell, nem igénylem a magyarázatot ennél jobban. Igen, engem is az foglalkoztatott ott, hogy oké, az egy öreg ember ott kiszolgáltatott módon, de valószínűleg az ágyakban is hasonlók fekszenek. Mm. Tehát, hogy igen, ez igaz. Miért pont ez? Akkor tűnik csak fel, hogy mit csinálnak, amikor így tényleg ott van teljes fényben, és egyébként amúgy meg ez nem volt eddig zavaró? Tehát, hogy Nem biztos, hogy öregebb volt, vagy esetleg volt, mint bárki, akit ott megvernek. Nekem ez az egész kórházas jelenet azért volt nagyon furcsa, mert Isten igazából elsüllyedt egy picit azt megelőző vonulás, ami egy borzasztó erős valami volt nekem, között, meg a között, hogy ugye a végén, nem is, egyrészt nyilván ez a mesztelen öreg uras, de ahogy a Valuskát meglátjuk utána, igen, hogy őre hogy hat ez. Tehát, hogy akkor törik meg igazán nyilván, amikor előtte lögdösik már a téren, meg hasonló, akkor is már gyanakszik, hogy itt mégiscsak van valami, amitől félni kell, de hogy ott törik meg igazán, és hogy a közben lévő erőszak az csak ilyen teljesen érthetetlen volt, hogy így most miért a beteg embereket a kórházban? Most ez valamilyen típusú kórház, itt valakik vannak, akiket utálni kell? Tehát, hogy nekem az volt ott teljesen értelmetlen, hogy így akármilyen felkelés is van, aminek ugye a témája nem derül ki, hogy most pontosan ki ellen forradalmárkodunk. Kik lehetnek ott a kórházban, hogy az egész csücselék az odavonul, és őket kezdi ütni, és hogy így abszolút semmi kontextus nincs ehhez. Úgyhogy ott én azt leginkább ilyen teljes értetlenséggel szemléltem azt a jelenetet.
Olvastam ilyet, hogy talán azt sugallhatja, de ez biztos, hogy csak egy utalás szintjén a film ezzel, hogy az autoriter rezsimekben, akár Magyarországon is a kommunizmus idején gyakori volt, hogy az államnak az ellenségeit, az ilyen mondjuk másként gondolkodókat, azokat mentális betegként kezelték és bezárták egy intézetbe. Szóval erre lehet esetleg egyfajta utalás, azok legalább a kórház, mint helyszín, meg az ilyen elnyomó rendszerek közötti viszony, az végül is lehet, hogy erre utal ez a jelenet. Hát ezt szerintem alátámasztja a vége is, akkor viszont Az, hogy valóskától oda kerül. Ezt tuti. Szerintem igen. Igen. Ő az, aki látta a társadalom igazi arcát, vagy hát ezt a társadalmat, amiben élünk, hogy ez hogyan viselkedik akkor, amikor kiteljesedhet. Én is csak valami ismire gondoltam, hogy így általánosan ez szimbolizálja a legjobban itt azt, hogy a kiszolgáltatottak pattaposnak bele először. Tehát, hogy nem feltétlenül egy tényleges, nem tudom, tervrésze ez, vagy motivációnak a része, amit így fel tudunk építeni, hanem azt jelképezi, hogy akik hogy tehetetlenek azok. Lehető legalacsonyabbra ütnek ezek az emberek leglejjebb hajolva. Tehát, hogy véletlenül se a valódi, nem tudom, lázadáshez, hanem az ártatlan, eleve elesettekre támadnak rá. De amúgy nekem is olyan értelmezhetetlennek, vagy olyan értetetlennek tűnt, hogy amikor elindult ez a jelenet a kórházban, akkor elkezdtem azt figyelni, hogy itt van-e valami jelzés arra, hogy ezek a betegek ott fekszenek, ezek valami, van-e bármi politikai kötődés, vagy van-e bármi, ez egy speciális hely, és azért érkezett, tehát hogy bennem is abszolút beindult egy ilyen gondolkodás, hogy így most az nem lehet, egy kórházba mennek be, mert miért mennének be egy kórházba? Bár amikor vonulnak, akkor is azon gondolkodtam, hogy ó, hát akkor biztos most a gazdag negyed felé mennek, igen. Tehát hogy biztos akkor majd eljutunk valami világ. Vagy nem tudom, a gyárat szétrombolják, vagy valami ilyesmi. Ja. Hát az a mesztelen öreg ember az annyi magyarázatot tudok rá, hogy az, hogy anya szült mesztelen, és teljesen védtelen, az így gyakorlatilag a lehető legkiszolgáltatottabb helyzet, amiben ember lehet, a csecsemőkort kivéve. Uh-huh. És most a csecsemőt nem is biztos, hogy lett volna értelme a kórházas jelenlebe betelni, de az, hogy egy öreg ember tette be, az még így ahhoz is hozzájárul, hogy a legidősebb, megint csak így a halál, az a legközelebb álló idős ember az, aki rápróbálnak támadni, hogy a filmben ugye amúgy is végigvonuló motivum az idő és az életkornak a szerepe az ilyen kozmikus távlatokban legalábbis. Úgyhogy lehet, hogy itt ez az egyetlen egy, amire lehet utalni, vagy lehet ebből szűrni, hogy az idős, kiszolgáltatott öreg ember, aki teljesen vételen és amúgy teljesen ártalmatlan is abból kifolyólag, hogy ő a tényleg a ugyanolyan kiszolgáltatott, mint egy csecsemő, hogy itt látja be a csőcselék azt, hogy amit csinálnak, az pont, hogy azok ellen irányul, akik a legkevésbé érzemlik azt meg. Nem tudom. Igen, szerintem azért nehéz ezt így megfejtenünk, mert amiről korábban beszéltünk, hogy itt a tömegen nem az látszik, hogy ők fel vannak tüzelve valamivel szemben, hanem az, hogy ők mint egy ilyen a sors, vagy a nem tudom, ez valami, igaz. Vagy a történelem menete által hajtva vonulnak, mint a robotok, és ott meg hirtelen, mintha ez a robotprogramozás, vagy ez úgy átkattanna valamitől, és utána megint emberek lesznek, vagy megint olyanok, akik bennem valamiféle morális hang így megszólal, hogy ezt már nem szabad. De hogy egész addig, tehát tényleg, ahogy végigmennek, és berik az ágyon fekvő embereket, ott se egy düh érződik belőlük, meg ott se az, hogy ők itt most valakire haragszanak, vagy kiélik a gyűlöletüket, hanem csak vonulnak végig, és akit látnak, azt megvernek, lerombolják, tehát egy ilyen ész nélküli rombolás, meg érzelmek nélküli rombolásnak tűnik. Ja. Vagy hogy az öreg embernél már azt gondolják, hogy jó, hogy őt már mindegy. Uh-huh. Hát, hogy őt már fölösleges, és akkor ezzel befejeződött a munka, és készen vannak. Mert őt már nem kell megverni, mert látják, hogy egy idős, kiszolgáltatott. Lehet. Nincs hova büntetni. Tehát, hogy... Lehet. És akkor ennyi volt. Igen, de az biztos, hogy el is hangzik még a felkelés elején, úgy emlékszem, hogy nem emlékszem a pontos jelentre, hogy ez hol, de hogy így van egy konkrét, ki van mondva, hogy így nem tudja a tömeg, hogy pontosan miért lázad, mi ellen, hanem csak ez egy ilyen, ez tényleg egy céltalan, csak így a dühüket, hát igen, a düh nem látszik rajta. Valami frusztráció, valami kilátástalanság.
Ja, inkább az lehet, igen. Az a magatehetetlenség, igen. Vagy az a kilátástalanság, igen. Ami motiválja. Meg az, hogy tényleg az ő életükben nincsenek meg azok a csodák, amiket a Valuska meg tud látni. Vagy ők nem veszik észre, vagy már nem akarják észrevenni, vagy már túl sok számukra a valóságnak a terhe. Ja. És hogy igen. Akkor ebből fakad ez ellen egy ilyen kifakadás. Ja, ez valószínűleg igen, ez lett a legközelebb ahhoz, amit gondolta a rendező. Jó, van még ezen kívül, amit nagyon szeretetek volna a film kapcsán kiemelni? Akkor sikerült egy átfogó műelemzést nyújtanunk a Bergmeister harmóniákról. Aztán nyilvánvalóan nálunk sokkal szakavatottabb Tarbilla nézők vannak a hallgatóink között, úgyhogy ha bármelyikőtök szolgáltathat számunkra, nem tudom, ennél mélyebb szántóbb gondolatokkal, akkor mindenképpen értek szívesek is írjatok meg nekünk akár a Facebook csoportunkba, a Vagfolt Podcast társalgóba, ezt kommentbe, akár Twitteren vagy Facebook oldalunkon, mind a kettő helyen a Vagfolt Podcast név alatt, mert engem tényleg érdekel, hogy mi az, amit nem tudtunk megfejteni, vagy akár félreértelmeztünk adott esetben erről a filmről. Pláne, hogyha olvastatok mondjuk a Krasznahorkai könyvét, akkor bizonyára gazdagabb táptalajjal rendelkeztek ennek a filmnek a megértéséhez. Vagy aki esetleg látta a teljes Tarbéla életművet. Pláne, igen. Könnyed sátán tangót. Igen. És Dester is, Dominik, nektek nagyon-nagyon köszönjük, hogy ezt a filmet választottátok. Én tényleg gyakorlatilag ez a lökés kellett ahhoz, hogy neki üljebb megnézni, mert kellett az idő, hogy rászánjam magam, meg kellett ez a motiváció, hogy akkor most ez meg kell most már ugrani ezt a dolgot. Uh-huh. Úgyhogy nagyon köszi. Köszönjük a meghívást. Én is köszönöm. Nekem is ez a lökés kellett. Ja. Reméljük, hogy a hallgatóink között is lesz olyan, akinek ez az utolsó lökés kellett ahhoz, hogy megnézze. Velünk együtt is, aztán együtt fejtsünk meg ezt a filmet. És akkor, tehát ahogy András az elején már felvezette, szokás szerint a következő héten egy kedvencet fogunk megnézni, de most azzal a rendhagyó különbséggel, hogy mivel ketten voltatok itt vendégek, és két különböző filmet választotok, ezért két külön adásban egymás után megnézzük a kedvenceiteket, és úgy döntöttünk, hogy az első az legyen Dominiké, mert ő már tudja, mi ez. így van, a kedvenc filmem nagyon egyszerű volt választani, Paolo Sorrentinónak a Nagy szépség című filme lesz. Többek között a Twitteren is ez a így van. Ikonod, vagy a nem tudom, avatárod profilképen, úgyhogy... Nagyon jó, ez megint csak egy olyan film, amit annak idején nem néztem meg moziban, és akkor addig halogattam, hogy most már Vagfolt Podcastba fogom megnézni. Te láttad, András? Nem. Na, hát akkor nagyon izgalmas, tök szuper. Akkor ez nagyon izgalmas, akkor nektek egy Vagfolt lesz. Igen. Jó, és akkor reméljük, hogy majd sok dologgal tudsz bennünket felvilágosítani egy hét múlva a Vagfolt Podcastban. Addig is ne felejtsétek el, hogy a patreon.com/vagfoltpodcast oldalon bennünket tudtok támogatni is, és heti szinten jelentkezünk még extra bónusz adásokkal azon túl, hogy amúgy is heti szinten tudtok bennünket hallgatni a Vagfolt Podcastban. Úgyhogy patreon.com/vagfoltpodcast még egyszer ez a cím, ahol csatlakozhatok a támogatói közösségünkhöz. Itt már hamarosan leleplezzük a támogatóink számára, hogy jövőre mit akarunk a Vagfolt Podcastban, milyen témával fogunk foglalkozni. Úgyhogy érdemes ránéznetek, hát ha találtok olyan hallgatni valót, ami felkelti az érdeklődéseteket, ezen kívül vagfoltpodcast.hu a weboldalunk, ahol például ezt az adást is meg tudjátok hallgatni. És Eszter és Dominik, akkor ti is mondjatok el a hallgatóinak, hogy benneteket hol érdemes követni, ha van ilyen. Engem legegyszerűbb módon szintén a Twitteren a Dominik Blasir profil alatt, illetve az elkultúra.hu hasábjain lehet a nevemmel találkozni. Szuper. Hát sajnos az utóbbi időben én nem vagyok túl aktív online felületeken, de Twitteren ott vagyok, úgyhogy ott megtalálható vagyok én is. Be fogjuk linkelni a adásba. Igen, de mostanában nem annyira. Jó. Adok ki magamból dolgokat, de nem változhat. Jó van. András?
A Twitteren a Gains alsó vonás alatt vagyok fönt, Péter. Freevu néven vagyok a Twitteren, 2E-vel, illetve a Letterboxdon is fenn vagyunk András és én is, szintén ugyanezzel a névvel, úgyhogy a filmes pótlásainkat, meg az egyéb megtekintett filmeinket ott is tudjátok nyomon követni, adott esetben előre megtudni, hogy mivel fogunk foglalkozni a Vakfolt podcastban. Úgyhogy én nagyon köszönjük azt, hogy még egyszer, hogy itt voltatok, és köszönjük, hogy meghallgattatok az adásunkat. Jövő héten akkor találkozunk ismét Dominika is, akkor a nagy szépséggel. Addig is, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!